MOL Liga második fordulójában egy csodálatos miskolci győzelemmel lepte meg szurkolóit a Ferencváros jégkorong csapata. Bár a megújult Pest Erzsébeti jégcsarnokot a fiúk hétfőn avatják fel az új szezonban, addig is komoly próbatétel vár a játékosokra a Dunaújváros elleni mérkőzés képében. A feladatokról és az aktualitásokról beszélgetünk Dobos Tamással és játékosaival. Idén 85 éves a Fradi jégkorong szakosztály, és ebből az apropóból egy nagyon szép kuriózumként mondhatom azt, hogy nagyon szép meszt kaptatok. Milyen érzés ebben játszani? Hát még csak két mérkőzést játszottunk benne. A hazai dresszt azt még sajnos nem sikerült felavatnunk, de mindenképpen a tavaly is volt egy rossz dizájn, amit a meszt illeti, de ez az idei, ez tényleg egy kis szenvedélyt is belerakva, amikor játszunk, hogy minden mérkőzés előtt ugye látjuk ezt a 85 éves a szakosztály. Hát megpróbálunk ennek meleget tenni, illetve ez fölnőni. Akkor ez azt jelenti, hogy a Máza szerencsét is hoz, hiszen Miskolcon nagyon szép sikert értetek el. De igen, hát reméljük, hogy ennek köszönhetően akkor minden mérkőzés ilyen lesz, de az első mérkőzésen is ebben játszhatunk, akkor sajnos annyira nem jöttek össze a dolgok, de ez köszönhető volt a kéthetes csúszásunk volt egy kicsit a felkészülésbe. Ez a második mérkőzésen Miskolcon már nem látszott annyira. Reméljük, hogy holnap se fog látszani Dunaújvárosba. És amikor érkeztél a Fradiba előtte, hol láthattunk? Hát nekem ez a harmadik évem a Ferencvárosba. Előtte 2 évet játszottam a Vasasba, sajnos megszűnt, és előtte pedig 2 évet a Fradi nagy riválisánál az Újpestbe szerepeltem. És itt hogy érzed magad ebben a légkörben? Jó. Minden évben kicserélődött egy kicsit a csapat, és amikor én is érkeztem, akkor is akkor állt fel ugye az új szakosztályvezetés, ami hál' Istennek szép fokozatosan, lépcsőzetesen évről évre egy kicsit előre tud lépni a csapat, mind körülményekben, mind pedig játékszinten. Ugye az első év az legjobb ötben voltunk, és a Miskolccal egy nagyon szoros meccseket játszottunk, 3-2-re jutottak, 3-2-vel jutottak csak tovább. A tavalyi év az egy kicsit csúnyábbra sikeredett, de ott is voltak nagyon szép győzelmeink. Reméljük, hogy idén ez a Miskolc elleni győzelem, ez úgy látszik, hogy egy kicsit látszik is az edzés, hogy meghozta kedvünket, az önbizalmunkat, és hát megpróbálunk ehhez mérten a következő mérkőzéseken is így játszani. Ugye megyünk a címvédőhöz holnap, vasárnap jön a Csíkszereda, szintén nem is tudom, 2 éve nyertek, vagy 3 éve. Tehát 2 MOL Liga győzteshez utazunk, aztán hétfőn az első hazai mérkőzés szerencsére. Akkor úgy tűnik, hogy teljes mértékben lehűtöttétek magatokat így a pályára az idei bajnoksággal. Meleg volt az augusztus, igen, de hát a Fradi atlétikai pályán futkoráztunk jó ideig, mert ugye még olvadt a jég, és a rendben ott kész, mert szerencsére felújították ezt a Pest Erzsébeti jégpályát, ami nagyon szép lett, és nagyon köszönjük, hogy jobb körülmények között készültünk. Igen, hát most ti is fáztok, ti is jobban vagytok öltözve, úgyhogy szerencsére jól lehűltek a dolgok. Mit vársz magadtól, a jövőben, illetve a csapattól? Inkább a csapattól. Magamtól az kiegyensúlyozott esemény, csak nagyjából újabb, mint eddig, talán kicsit eredményesebben. De ez függ attól, hogy milyen szisztémában játszunk és milyen feladatom a csapatban. A csapattól pedig azt, hogy remélem, hogy a negyedik helyet meg tudjuk csípni, illetve hát, amíg lehet, akkor még följebb is a pályára jutás mindenféleképpen. Úgy tűnik, hogy nagyon jó paszban van a csapat, hiszen egy nagyon szép bravúr van a hátatok mögött. Hát igen, hála Istennek, hogy nagyon jól kijött a lépés a Miskolc ellen. Jó a csapat hangulata, remélem, hogy ez marad is. Ettől függetlenül nem jelent semmit, ha tovább kell mennünk. Dab ellen nagyon nehéz mérkőzést fogunk játszani, legalábbis remélem. Úgyhogy próbálunk hangolódni. Hála Istennek olyan szempont, azt mondom, hogy a csapat átlendült az előkészületi meccseken. Vereségeket szenvedtünk, kicsit rosszabb volt a hangulat, most egy kicsit bizakodóbbak vagyunk, úgyhogy dolgozunk tovább. És mennyire feszített most a tempó? Hát most már inkább lazábbra vettük az edzéseket, hiszen sorozatban játszunk mérkőzéseket. Én azt gondolom, hogy főleg taktikai jellegű edzéseket tartunk. Az erőlét inkább individuális, ha mindenki, ahogy a saját fizikai állapota megengedi. De fokozott a terhelés, mert kevés szünnap van, tehát ebbe indult a bajnokság. Rengeteg mérkőzés van most rövid időn belül, amit le kell játszanunk. Milyen változások történtek mondjuk így a csapaton belül? Néhány játékos érkezett, illetve távozott is a csapatból. Légiósaink vannak, akik tavaly nem voltak ilyen létszámban. Remélhetőleg jelen pillanatban azt tudom mondani, hogy segítik a csapatnak a munkát, remélem, az marad is így. Úgyhogy magyarok közül Artyom Vasszivin érkezett,
illetve egy pár olyan Fodorcsanád, Pázoli, akik korábban MOL ligában játszottak, tehát én azt gondolom, ők is segíteni fogják a munkánkat. És mit válsz a csapattól természetesen? Hát a jó eredményt, illetve azt szeretném, hogy egy fejlődő tendencia lenne egész évben. Hogy érzed, mennyire állt össze így a csapat az idei bajnokságra, hiszen nagyon szép siker van mögöttetek, és itt gondolok a Miskolc ellen így győzelemre. Természetesen ez egy nagyon jó eredmény, hogy ott Miskolcra nyertünk, hiszen a Ferencváros nagyon régen nyert ott, de azért hozzá kell tenni, ez még csak a szezon legeleje, ebből még sok következtetés nem lehet levonni. Bízok benne, hogy azért továbbra is fogunk pontokat, meglepetéseket szerezni, és akkor lesz szanszunk a végén a rájátszásba jutni, de hát mondom, nagyon az elején vagyunk, úgyhogy itt ez egy hosszú szezon lesz, úgyhogy a legvégén is ott kell lenni, és akkor összejöhet ez a szép siker. Számodra mit jelent az, hogy egy nagyon szép 85-ös mez van rajtatok, és már pedig azért, mert 85 éves idén a jégkorong szakosztály? Hát ez csak plusz szebbé teszi ezt a szezont, és már csak ez miatt is kötelességünk, hogy igenis szépen szerepeljünk ebbe a szezonba, úgyhogy méltóképpen ünnepeljük meg ezt a jubileumot.